addig is lehet csodálni a hajókat. Ugye van nekünk egy regisztrációs bódé, hívjuk így, palázunk, és mellette pedig ugye a, azok kedvenc, a bögréket, borosporat, hűtőmányos szednek lenni, illetve túrákra lehet regisztrálni, ugye fizetős túrákra, viszont a fizetős túrákon szinte mindegyiken van valamilyen kis kedvesség, ugye egy kosárba gyűjtöttök a részvevőknek mindenféle finomságot, ugye egy dolog nem csak a bányáról, hanem nagyon sok minden másról is nagyon izgalmas dolgot tud nyújtani, ugye hát gyönyörű vidéken vagyunk. Túrázni érdemes, Zoli hova lehet túrázni, és ott a faházban pontosan mi vár a emberekre. Csinos kolléganőink, Dorog és térsége fóló feliratban, és mi a mai éppen integetnek, és magukkal is vették, és ezt tökéletesen jól is tették. Hát az egyik sátor valóban a regisztrációs indi sátra fontos, bocsánat, tehát az egyik faháza, a regisztrációs faháza, ahol lehet érdeklődni a térség programjaival kapcsolatban, szoronyókkal rendelkezünk természetesen. Míg a másikban a hűtőmágnes, a Korsbor Fesztivál, ami két év múlva lesz, már annak a borfalára elérhető, illetve bögrék, egyéb szuvenírek, amiket én most dolgok, hogy izgalmas lehet hazavinni, hogy mégsem üres kézzel távozunk, hanem nem csak élünk, hanem esetleg valami vásárfiát is tudjuk magunkkal vinni. Ha most ugye a hátra a partba sétál, akkor láthatja, hogy fantasztikus bemutató van, itt az asztalon végén harckocsi, tankok és egyéb ilyen harci járművek láthatóak, és emellett pedig szimulálnak harci szituációkat, hatalmas durranások voltak egyébként a vélet során, délután vízünkben, ahogy ismét látható majd vélet. Szirénázó, névvédelmi szirénájuk van, lézerrel lőnek, és hát egy egész tankcsatás játszanak le. Hát körülbelül ugye mondhatjuk, hogy ennyi minden, tehát nagyon sok minden vár veleteket. Úgyhogy ne felejtsétek, 16.30-kor sorsolunk, és akkor kiderül, ki nyeri a ajándékokat. És ott fontos vagyunk elmondani, hogy ez egy technikai jellegű bemutató, és neki egy jelentős része, technikai tankok is, és hát éppen most jött a munkatárs, aki egészen eddig tudtak segíteni a gyerekeknek, hogy kipróbálhassák. A technikám bizony véges, és nem bírta tovább a terhelést, a magas fokú terhelést a tankok, úgyhogy sajnos a továbbiakban tankot kipróbálni nem nincs lehetőség. Akinek esetleg kipróbáló kuponnal tankra van időpontja, ezt a kamionosok, illetve a hajósok tudják kisegíteni egy kis kipróbálásra. Hajó, hajó fesztivál, Riki, mit látunk? Annyi kérésünk lenne, hogy a szélén már természetesen lehet maradni, mert könyökölni, de azért ülni ne, tehát nehogy kibukkanjon a vízben, akkor aztán az meg sem áll. Arra kérünk mindenkit, hogy próbálja meg részben a hajókat, ha nem muszáj, akkor ne érinteni, illetve a szélén valamit figyelni. Azért is vigyázzatok ezekre a hajókra, mert ezeket fogjuk kisorsolni a nap végén. Egy kellemetlen lenne, hogyha a tengeralattjáróként végeznék a nap végén, és nem tudnánk odaadni. Jó, hát akkor nem tudom, Attila, mit szólsz, invitáljuk meg a hajósok szóvivőjét, hogy mondj egy pár szót, hiszen most már több hajó is van egyébként, amit megnézzük meg. Melyik ez? Igen, hát először is vegyük el a jogosítványát a gyorsasági hajós kapitányának, úgy érzem, hogy nincs kellő tisztelt a nagy hajókhoz. Milyen hajók vannak most a vizen? Kettő saját építésű, szóhajó, meg van egy ilyen építésű. Látok, hogy fontos nem az egy szület. Nem fogdossuk Péci a hajókat, nézni szabad, fogni nem. Ugye van ezzel pár dolog így, de most a hajóknak kell. Tehát ne érjünk a hajókhoz, csak nézzük, most elmondják nekünk, hogy mit lehet róluk tudni. Kiköpjék a hóhajó, a többiek, a másik kettő pedig szuszájfoló hajók valamivel. Kiköpjék a hajókhoz. Bocsánat Attila, ne haragudj, közben egy kérdés felmerült. Beszéljünk következetesen tolóhajóról, de mitől tolóhajó? Attól tolóhajók, hogy használjuk meg, mert neki meg is tolja. Tehát amint a Dunán az uszályokat látjuk, ahhoz hasonlóan a gyerekek el tudják képzelni,
ugye maga elé veszi gyakorlatilag az árut, és tolja maga előtt, és ugye csupi egy, ugye az egyik tolóhajó, és melyik a másik? A halladány az a kis kék. Nem tudom, hogy csupi kettő. Csupi kettő. A másik pedig a ilyen nagyobb Úgy van, voltatóval van? Voltatóval van. Voltatóval van. Milyen gyönyörű, hogy utcájos hajót, ugye folyami hajó, tengeri hajó, minden van egy helyen, azért ez nem semmi. És hát akkor még a gőzhajót nem is raktuk a vízre. A gőzhajó az a hajó, ami gyakorlatilag 6 hónap alatt készül el, és igazi gőzhajtja. Nem volt kérdés, ugye mire válaszolnál? A mai nap kérdés. A hajó királynője itt a mostani arzenába. Ez a dolga. Most a kérdésem az lenne, hogy a sebességben, ugye látjuk, hogy ez a vontatóhajó, most már tudjuk melyik a vontatóhajó, ez elég jelentős sebességet ér, hogy ez még tud gyorsabban menni? Ennek ez a maximum tempója, mert ugye nem a sebesség áll a lényeg, hogy inkább az és hogyha mögé kötnénk mondjuk egy hasonló méretű, megfelelő fenékkel, vagy hajófenékkel rendelkező eszközt, akkor hány kilós, hány kiló, hány mekkora méretű hajó saját méretét, saját súlyát elbírja-e? Hogy kell ezt elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy én nem vagyok egy kis termékű ember, és kubézni, ugye? Van gumicsónokatok. De tehát? Melyik tehát... hajó, tehát ez a melyik itt megy, mint az őrült? A nagyjegyre 80 kilót elbír magam a betyárját, tehát ez nem semmi. Ez fantasztikus. Akkor ezt pont nem bírna el, de ezt nem fezeljesek ezt a témát. És ez a tolóhajóknál is szintén hasonlóan kell elképzelni, tehát egy jelentős méretű hajónak a tolására, a tökésnek a tolására. Igen, ezzel